Szevasztok srácok, szevasztok fiúk, lányok, szevasztok vakérók, Csuzima szelleme, már nem tudom, hanyadik rész. Folytassuk a szamuráj kalandot. Azt mondja, hogy Kalapácsi és Kohó. Igen. Komatsui Kohó, oké. Találd meg Yukiót. Jó, hát megkeresük Yukiót. Yukio arra van valahol. Ezt most nem emlékszem már, hogy miért kell megtalálni Yukiót, de megtaláljuk, vagy megkeressük. Aha. Közben megnézem, hogy vesz-e rendesen ez a gyászos VS. Néha így nem vesz hangot, képet. Mondom, engem gyűl ez a rohadék. Engem gyűl. Uha. Hogy meg van kötözve? Meg van kötözve. Hoppá, kisgyerek! Hoppá! Ijeszgetsz? Ez a vége, ha ijeszgetsz, látod? Ez a vége. Ja, de van nála valami készletek. Upszi, három. Lehet, hogy itt is lesz pár ilyen nyomorút. Hoj! Udókik csaharpá! De honnan Orti? De ez mostr csatokkal? Honnan Orti bász, gyerek? Na, megvajuk, jó? Túszok kiszabadítása. A mongolok túszokat szereztek. Pont nem látjátok. Nem baj, felolvasom. Az ellenség észrevesz, elkezdi kivégezni a túszokat. Az nem jó. Ellenség van a közben. Nem, elfelejtette, hogy a francba térsz ki így. Aha, ez így. Jó, kicsit régen játszottam. Lehet, hogy egy kicsit kellett volna játszani a felvétel előtt, mert az az igazság, hogy az igazság, hogy a Assassin's Creed Odyssey-vel játszottam, és itt teljesen más az irányítás, úgyhogy most egy kicsit meg vagyok itt zavarodva. Na, nem baj, nem baj, megszoktátok, majd béna vagyok, na hát. Megment. Yukioka. Így. Ja, nem ez valami izé? Dead Eye. Hova menjünk? Segíts Yukiónak megmenteni a feleségét. Hol vagytok? Ezelőtt még itt volt. Ja, hogy itt? Hát Kakiru! Hova menjünk? Ja, hogy ott a csáv. Azt lemészárolom. Meggyilkol. Csio miruna, Yuika. Wakarimashita. Esreszeljé. Mert dobok is. Mókoni mitzkatta! Kokoni ore! Ja. Összecsapok velük. De gyere, te gyökér! Kicsirigó ül a fenn! Adagadt meg mellette! Köszönöm!
Szevasz! Szevasztok, gyerekek! Jó buli? Vegyük komolyan, na. Jobb lenne a lecsapós. Mi akkor is, ha nem lehet, akkor is jobb lenne. Ha, nem beszélgetünk, de... Yukio no tsukai da. Ekiteru no? Tsuite koi. Kajiba e mukau zo. Összeszedjük ezt a sok csajt, mit fognak csinálni a kohóba? Ez a mongol. Igen, így legugol, de nem ezt akartam. Nem baj, egy kicsi így rogyaszt. És nem azért, az egész falu tele van mongollal. És mi meg ott majd beindítjuk a bizniszt a falu szélén, nem vesz észre majd senki. Miért fákjával mentek gyerekek? Nem láttok rendesen? Jó, na csak kötözködök. Hát lehet, hogy azt a rigótot el kéne távolítani az élők sorából. El is távolítom. Jajjaj. Na gyertek erre. Erre gyertek. Ha belefutunk valami mongol őrjáratba. Oké, vászunk van. Azt tervezte... Ezt is lerendezem. Nem bírom végigmondani. Ez az a játék, amit nem bírok végigmondani mondatot. Most. Hol a... Jó fele megyünk? Úgy tűnik, hogy jó fele. Lehet, hogy nem a fő utcán kéne mondjuk lopakodni, nem? Ott is egy... Mindenhol. Ja. És már jön is. Jön is a Rigó. Hát mindegy. Mindegy. Hát itt van már Kohó mondjuk. Már vette volna elő a rettenetest. Nem láttam mi? Na gyertek a kohóba, jányok. Nem tudom, mit fogtok ott csinálni. Bármit is csináltok, csináljátok. Mosogattak, gondolom, hogy... Miért így... Nehéz elképzelni, igaz, a nőket a kohóba. Az olyan, mint a... Hány váját láttál már, igaz, a bányában? Hát nem túl sokat. Ez, már most ez az új irányzat, ez a wokizmus, meg a feminizmus, minden itt most már az mondja, hogy bármi. Mondom, nem nagyon értettétek, amire gondoltam, de nem baj. Nem baj, ennél jobban nem is akarok belemenni, mert ez végül is egy játék. Nem ilyen. Nani? 戻るまで火を入れるな. Találja meg Junát. Oké. Oké, hova ment? Rezeg a konti. Lehet, hogy megvágom egy pillanatra a videót, mert meg akar, mert kicsit belejövök az irányításba, és akkor, mert ez így kicsit vicces azért, amiket csinálok. Na jó, szóval meg vagyunk, igen, a karra guggol le és karra áll föl. Erős támadás, gyors támadás, kardeltevés. Sőt, még itt meghajlás is van. Szóval, ha sikerül, merre megyünk? Arra. Ha sikerül, akkor arra gondoltam, hogy ma a buddhizmusról mesélnék nektek egy kicsit.
Annál is inkább, mert Japánban van egy, a buddhizmusnak egy érdekes, hát ága, mondjuk így, terjedt el, vagy hát terjedt el nem jó, nem, jött létre. Mert hogy ez kifejezetten Japánban jön létre is, hát tudom, a máshol nem is nagyon van, hanem csak és kifejezetten Japánban. Ez pedig az Amida buddhizmus, vagy tiszta föld buddhizmusnak is hívják, amidizmus, hát jó sok neve van. De lényege az ugyanaz. Szóval az, arra gondoltam, hogy erről mesélek, de... És aztán pedig folytatjuk a zennel, mert a zen az egy nagyon-nagyon finom dolog. Nagyon meghatározó volt a japán kultúrára és a japán gondolkodásra, művészetekre, az egész társadalomra, még akkor is, hogyha eleinte a zen nem nagyon tudott elterjedni. És később is inkább, később sem, mint sok esetben nem mint vallás volt, hanem sokkal inkább eszköze a szamurájnak, a zen. De lehet, hogy ebbe a részbe még nem fogok tudni belemenni a zenbe. Nem baj, mert hát ugye nem sietünk, azt hiszem ez egy jó hosszú játék. Úgyhogy majd, ha következőnek most játszunk egy kicsit, és aztán, hogyha lesz egy kis lélegzetnyi idő, akkor pedig folytatjuk, és akkor mesélek egy kicsit a buddhizmusról, hogy hogy kerül Japánba, mi történik vele Japánba, stb. És fel tudok állni? Na, Juna! Szevasz, mama! Mi van? Kajibawa hiyo irerarezo. Dareka o sagashiteorunoka? Shikujitta yo. Kawa no mukougishi de tsukamatchimatta. Ano hito tachi wa Taka o deshi ni shite kureta onjin nanda. Naraba suteokenu na. Ikuzo. Szétverjük őket. Samurai. Samurai. De figyelj már. De? Ja, hogy átjutsz a hídon, gyökér? Nem. Majd én megyek át. Itt a nagy fűbe, itt most láthatatlanok vagyunk, nem? Ott egy gyökér néz ki az ablakon, fákjával, ez is nappal. Nem mész el onnan? De. Csinálsz? Na ezt a rigót itt. Pár ellécsi, buri? Nem akartam ennyire. Oké, okay, bement. Azt hiszem, hogy már megvan az a képesség, hogy ajtón keresztül. El is tűnt innen. Hol vagy? Ja, itt vagy. Hello! Rizsa, oké. Okay. Bemászok alá. Van értelme bemászni alá? Mit fogok csinálni? Azon túl, hogy összeszedem a... Mi tartanak itt rizsát? Nem is tudom, hogy mi ez. Hogy kell ezt nevezni? Házalja. Mert pince az nem, igaz? Se egy bor, se semmi. Ez nem pince. Egy rigó kint. Legyom harcinta! Mi van, te gyökér? Na, csak sikerült. Ki lövöldöz? Ki? Te lövöldözöl, te csics. Júj, de szép volt. Hoppá! Jó, úgy nézek ki, mint egy hentes. Na. Hát nem az a ninja módszer volt. Mondjuk a helyzet az, hogy... Na mindegy. Még nem ninjázunk, na.
Tudom, már persze elhúztam a ízes falcogot, majd lesz nincs csak. Csak nem most. Nattoka. Mino, cíjte majre. Menjünk a kohóba, gyerekek. Tetszik, vagy nem? Nem tudom, mit fogtok ott csinálni. Húha, ott egy csapat mongol. Várjatok, gyerekek, hagyd menjenek el. Úgy? Most. Szóval nem tudom, ez a vasöntés, meg nem tudom, ez azért nem olyan tipikus női munka. Azt nem gondolnám, hogy egy nő ne tudná megcsinálni, csak... Szóval lehet, hogy... Középkori Japánban ezt csinálták nők? Nem, ezt nem tudom. Hát, ne csapjunk velük össze, hagyd menjenek el. Ugoljunk le, gyerekek, rogyasztva menjünk, jó? Rogyasztotok? Úgy jó van. Nem tudom, hogy ezután mi jön. Addig nem akarok belefogni a nyilak tele. Addig nem akarok belefogni a buddhizmusba. Ne legyen már ez az állandó megakadás. Itt fogunk szembeszállni velük? És ki a többes szám? A csajok meg én? Jönnek. Hú, még nincs buddhizmus. Nincsen dobók is. Au. Pedig most jól jött volna. Nem hozta a gyors támadás. Oké. Okay. Ajaj, van kutya is. Bocs, Blöki. Bocs, ez Blöki. Vidd már, hallod, miért teszed oda bele azt a nagy képet? Egy vágással összevéreztem a ruháját. Ott mi van ott? Ja, hogy valami gond van bent. Aldoklik valaki, ajajajajajaj. Csajokat akarja megölni. Aha. Na, mi van, gyökér? Oké, megvan a dobókés is. Mongoliász, kutyát is gyorsan itt lenyúzom. Atya meg pont mellé. Pedig olyan szépen beszéltem. Honnan ki a pász, gyökér? Na, ezt kövesd le, te gyökér. Hello? Mit kiabál, Gypsy Kings? Én is szerettem, persze. Jó gitárosok.
Ott van fönt. Aha. Ezt nem szeretek kutyát hentelni. Ajaj, bent vannak. Azt hiszem, ölnek valakit oda bent. Áj, áj, áj. Anyádra lövöldözzé, gyökér. Na most lőjé. Hallod? Kire? Szélállás. Szúrd le, megvan a szélállás. Nem tudom, hogy mire jó, de meg. Lándzsás és fejszések ellen. Voltak már fejszések? Hát, lándzsások biztos. Igen, ez melyikre jó? Ez a pajzsosok ellen, és ez mi ez? Vízállás? Igen, kő pedig kartforgatók. Hát, nem biztos, hogy meg tudom jegyezni, de nem baj, jó. Oké. Ott még egy kúszik, azt. お侍様の戦い方じゃない。何を申す? Van egy rajongónk is. この方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。 Bosszú álló szellem. Egy oni. Az onik azért ilyen démonok. Jó, hogy nem rejtőzköd bujkálni. Remélem valami brutál jó fegyvert kovácsolt a csávó. Habár meg vagyok elégedve ezzel. Én vagyok csak béna, a fegyverek azok jók. Kalapács és kohú. Technika pont. Kettő is mindjárt. Na. Samurai wa homare o monjiru to sho de yonda. Hol olvastad? ならば、なぜ我が兵は背後から切られている。堺は決して左様な手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。お前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。 止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。はて Nem volt egyébként. Mondasz még valami? Yunani, hanasio kiite mineba. Itt van először a tücsök. Oké. Okay. Jó, megvan a tücsök. És akkor ott a madárka. Ott. Ez mi virág? Igen.
Szóval, ha most követtétek a párbeszédet, ugye ez a, azt mondja, hogy a Kubla... ez a, hogy hívják ezt a... Na, mintegy a Dagatrigó, hogy ő Kublájnak a unokaöccse, vagy mit mondott, hogy ki-e? Hát ez egy fiktív karakter, már utána olvastam, mert kicsit idegesített, hogy ki ez a csávó. Nem létezett ilyen. De Kublai volt a... Hát tulajdonképpen ő már a kínai birodalomnak a császára, ez már a Yuan dinasztia. Úgyhogy... Ja, közben itt a szélállással bizgat. Hú, és akkor hátra van még egy állás. Mi volt? Azt mondja, szélvízkő, akkor talán még a tűz hiányzik, igaz? Technikák, alapállások. Hold? Biztos ez? Jó, mondjuk a kő helyett ez föld kéne, hogy legyen. Víz, szél, és akkor tűz. Na nem baj, holddal is megelég. Az a nagy darabok, a rigók ellen van. Holdállás. De egyelőre a szélállást lehetne kimaxolni. Ez tetszik. Tájfunrúgás. Viszont van még egy technikapont, amit mire kéne elkölteni szamuráj. Azt mondja, kikerülés, hát, igen, mi van még itt? Kitérővágás, ez szuper. Rohanó csapa, ez is jó. Erős karthárítás. Jó. Rohanó csapás. Azt mondja, sprintelés, és aztán pedig a kocka. Kitérő vágás, körkocka. Na jó, sajnos dobókésem nincsen, shuriken. Mit kell csinálni? Itt van néhány kérdőjel. Igen. Sashimo zászló. Sashimono, bocsánat. Ezt már összeszedtük. Mi az? Egy kérdőjel. Felfedezetlen helyszín. Folyó túloldalán van, meg van itt is egy. Nézzük meg ezt, és akkor utána... utána meg megtekintjük a többit. Na szóval... Hát akkor buddhizmus. Közben itt összeszedem, ott van benne valami rizsa. Magáról a buddhizmusról én nagyon részleteiben nem szeretnék mesélni. Szerintem egy csomóan hallottatok már róla, tisztában vagytok vele. Ugye egy Siddhartha Gautama, egy Gautama Siddhartha nevű. Hát a legenda szerint herceg az, aki találkozik a szenvedéssel, és akkor megfogadja, hogy ő megtalálja erre a szenvedésre a gyógymódot. Ugye a szamszárikus körforgás, a születés, beteg, öregség, betegség, halál, a szamszárikus körforgás, és akkor, hogy ő erre megtalálja majd a gyógyírt, és hát keresi a... Fekete porból nyíl. Ja, adj egy ilyet. Nyíl kapacitás. Na és hát ugye a legenda szerint meg is találja, megtalálja a felébredést, a megvilágosodást, és hát innentől kezdve merre? Eléri a felébredést, buddhává válik, és akkor innentől kezdve ugye
Hát először nem akarja tanítani, de aztán végül is meggondolja magát, és akkor elkezdi tanítani ezt a dolgot. Hát ennél, akit ennél jobban érdekel ez a dolog, az ennek töménytelen mennyiségű irodalma van, de tényleg. Hát, és hát ugye nehéz külön választani most már a mitológiát, illetve hát nem is a mitológiát, inkább azt mondanám, hogy a mítoszt, a valóságtól, hogy akkor most mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz Buddha életével kapcsolatban. Állítólag ugye, amikor ő egy herceg volt, aki palotában nőtt föl, és volt felesége, gyereke, és aztán ő úgy dönt, hogy hát ő otthagyja ezt az egészet, és akkor egy ilyen evasz pajti, és akkor elkezdi keresni a gyógyszert, hogy úgy mondjam, a szenvedésre. És hát ugye a buddhisták szerint nyilván meg is találta, ez pedig nem más, mint a megvilágosodás. Na de, itt, ahogy mondtam, töménytelen mennyiségű történet van. Akit érdekel, az olvasson utána, vagy YouTube-on is rengeteg van fönt, minket ez most annyira nem izgat föl. Sokkal inkább az, hogy mi történt a japán buddhizmussal. Merre megyünk? Hát a japán buddhizmussal az történt, hogy egy kicsit a kínai buddhizmusnál érdemes elidőznünk. Egy úgynevezett tiszteletet adok, és aztán folytatjuk. Egy úgynevezett... Már csak egy kell. Szóval egy úgynevezett Bodhi Dharma érkezik. Egy kicsit előreugrottam. Még egy kicsit. Simé. Szávasz, címbora. Szávasz, címbé. Jó pofa vagy. Ha már Buddhánál tartunk, és a zen kezdeténél, volt egy... Ugye Buddha gyakran tartott ilyen, hát nem előadásokat, de hát hasonlóan, mint Jézus, ugye, hogy így leült valahova, az emberek köré gyűltek, és akkor hát ilyen tanítás. És az egyik ilyen, ez már a zenhez vezet minket, ez a bizonyos nevezzük tanításnak, amikor Buddha csak annyit csinál, hogy leül, és felmutat egy szál virágot. És az emberek, akik azért jöttek, hogy a tanítását hallgassák, ezt nem értik, de egy valaki, egy bizonyos mahakás japa, ő elmosolyodik ezen. De egyedül ő értette meg, hogy mit jelent ez az egy szál virág. Most ez a történet, ez már előrevetíti azt, hogy mi az, hogy zen. Úgy megérteni valamit, hogy nincs mögötte gondolatiság. Majd meglátjátok, amikor a zenhez elérünk, és szó lesz majd a koanokról, a zen koanokról, az teljesen ledobja magáról a gondolkodást. Tehát egy zen koant gondolkodással nem tudsz megoldani. Mert minél jobban gondolkodsz rajta, annál inkább belecsavarodsz egy ilyen gondolati örvénybe. És ez a történet egyébként tökéletesen rávilágít, hogyha most ezt megpróbálod, egyébként ez is egy zen koan, tehát hogyha most megkérdezném azt, hogy miért mosolyodott el Mahakás japa, akkor mi a válasz? Tetszett neki a virág? Nem ez a helyes válasz. Tel is van egy válasz, és a zen tele van ilyen koanokkal, de majd ha a koanokhoz érünk, ez most csak ilyen ízelítőnek szántam, majd ha a koanokhoz érünk, akkor majd bővebben, majd mondok igazi zen koanokat. Hát azok kicsit idegesítőek, mert nem lehet őket megoldani. Nem lehet őket megoldani gondolkodással. Erre lettek kitalálva, hogy ne tudd őket. Minél inkább gondolkodsz, annál kevésbé fogod megoldani. Mert hogy a zen azt mondja, hogy ne gondolkodj. Csak csináld. Csak tedd. Just do it. Állítólag ez is egy zenmestertől származik, ez a mondás.
Na szóval, ez a virágos sztori hogyan kapcsolódik ide? Ez úgy kapcsolódik ide, közben kijelöltem már egy helyet. Ez a virágos sztori, ez úgy kapcsolódik ide, hogy egy Bodhi Dharma nevezetű csávó, az hát olyan 4.-5. század, azt hiszem az 5. század környékén, ez nem az én lovam, de nem baj. Ott az én lovam. Az 5. század környékén megérkezik Kínába. Hát állítólag a kínai császár hívására akárhogy is megérkezik Kínába. Na itt is van egy nagyon érdekes párbeszéd. Ez már a zen alapítás. Ugye Bodhi Dharma a... Bodhi Dharma a... Hát a legenda szerint, nem a legenda, hanem igazából ez a zennek a története, ő az első pátriárkája a zennek. Pillanat, a vas horog. Ja. Ő a zennek az első pátriárkája. És... ő a zennek az első pátriárkája, és megérkezik Indiából, állítólag a kínai császár hívására. Itt már megint történni fog valami, úgyhogy megérkezik a kínai császár hívására, és hát van egy érdekes párbeszéd. Odaáll Bodhi Dharma, ilyen full szakadt a csávó, minden. Ő egy nagyon-nagyon újfajta tudatiságot hordoz, mint addig. Azelőtt ilyen így másolgatták a szutrákat. Kicsit ilyen maga a buddhizmus, az elment egy ilyen ezoterikus irányba, hogy másolgatták a szutrákat, meg ilyen szertartásokat végeztek, de hogy úgy igazából nem nagyon haladt senki sem erre. Egyébként már maga ez a virág felmutatása is erre vonatkozott, hogy ne tanulj, mert a tanul nem ez a lényeg. Értsd meg a dolgokat, de majd haladunk tovább. És hát az a párbeszéd zajlik le, ugye ekkor már az 5. században Kína már buddhista, és rengeteg buddhista kolostor van, tulajdonképpen államvallás. Megkérdezi tőle, azt hiszem Wu császár, de nem vagyok benne biztos, mindegy is milyen császár, mert nem ez a lényeg, a tanítás a lényeg. Azt mondja neki, hogy rengeteg templomot építettem, rengeteg szerzetesről gondoskodom, rengeteg szutrát másoltattam. Mi lesz a jutalmam? Úgy érti ezt, hogy a jutalmam a túlvilágon. Bodhi Dharma azt mondja neki, hogy semmi. Hát a császár egy kicsit meghökken ezen a válaszon, mert eddig az volt a válaszára, hogy hú, hát tiéd lesz a nirvána, ne vicce. Ez meg azt mondja neki, hogy semmi. Oké, hát akkor mi számít szentnek? Bodhi Dharma válasza. Minden üres, semmi sem szent. Hát a császár egy kicsit már bepipul ezen, úgyhogy megkérdezi tőle. Akkor ki áll itt előttem? Bodhi Dharma, fogalmam sem. A császár mondja neki, hogy na jó van, öcsém, akkor vitorlázzál is el innen, elég volt ebből. Bodhi Dharma elhagyja a palotát, és akkor szólnak neki, hogy egyébként ez volt a legnagyobb élő Buddha, akit most éppen elküldte innen, úgyhogy császár utána küldett, miután lehiggadt egy kicsit, de már nem találják meg Bodhi Dharmát, ugyanis a csávó elmegy a Shaolin templomba. Na innentől lesz érdekes a történet, igaz? Igaz. Viszont lassan lejár az időnk, úgyhogy most játszunk egy kicsit, és akkor majd folytatjuk. Hopp, itt egy szerzetes. Nézzük meg ezt a... Keresd meg a zenészt Komacuba. Ez a zenész? Ja, ez a zenész. Akkor ez nem szerzetes. Dare ga korosta? Oszorosii samurai desu. Yatsu wa Shigenori no Shiden 1000 ni tsuite oshiro to wamete imashita. Kotae wo erarenu to shiru ya. Ikari ni magase kiritsuketa no desu. Kotae to wa nanda? Kentou mo tsukimasen. Katari wo kikaseru. Nerai wo misadameru. 対馬に
人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の打ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ、破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことはあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば、重則のみぞとて義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練に苦戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで、最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供なかりけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。ジオストリボートミ、犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。おめんねえチョッパーシ、akkor most fölvettem egy küldit, azt hiszem. Keresd meg a hidat. Jó, megkeressük. 100 méter. Hol a ló? Gyere, Cimbi, gyere. Hát nem hiszem, hogy Bóthidarma történetében érdemes lenne belefogni. Úgyhogy nem is fogok bele, inkább csak játszunk, jó? Valaki pityereg. Hello. O samurai sama, minna konosarejatte. Hannin wo mita no ka? Shiribito deshita. Ko ga Yasuhira. Kiita nada. Yarikawa ke no rōtō da na. Kao wa wakaru ka? Wasuretakute mo wasureraremasen. Tsuite koi. Hashi no mukou ni ashiato ga aru hazu da. Ja, azt hittem, hogy jó van. Gyalog fogunk futni 500 méter. Kizme no ato, isoide nigeta no ka? Oké. Kövessem a nyomokat. Koga nicuite hoka ni shitte oru ka? Iku toshi mo mae ni Yarikawa ke ni tsukaete ita koto shika. Yarikawa ke wa hanran no ato risan shi, kashin mo tsuihou sareta hazu da. 古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか、その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。イゴルワクワジュンカスビストシデナムネミルザンマガメレアザルエラフェラドトラフェルケイスウッネカナムバイTudok vágni videót. Az a jó, amikor egy óra videóból vágsz 5 percet, mert annyi használható belőle, igaz? Igaz. Nem jöttünk még meg. Útakadályt építette. Hol? Melyik az? Ez csak egy farakás itt. Hol az útakadály? Mókoda, kakurelo. Én összecsapok velük. Ami van, görények. Gyere. Hoppá, rellé, itt a másik rigó is. Gyerekek. Van még? Vagytok még? Hé.
Úgy. Már majdnem csak úgy simán elrakta. Fejbe! Fú, tájsz a baki. Na, belejövök az én. Szépen, szépen lassan. Egy csicska. Oké, azt mondja, hogy mindjárt ott térdeljé csak nyugodtan, várjál meg, mert össze kell szedni minden, na végre dobókés, igen. Ez nagyon hasznos. Az embernek dobókése van. Főleg a szamuráj. Bambuszt is viszünk, mindent lopunk. Amit lehet, azt lopok. Nem fura, hogy ezekben a játékokban, ezekben a kalandjátékokban az, hogy így tulajdonképpen mindenhol lopsz, az teljesen természetes, hogy normális, nem? Az Assassin's Creedben ott is így bemész bárhova, mindent lopsz. De hát nem csak abban bármilyen játékról legyen is szó. Például ez itt. Az, hogy lopunk mindent, teljesen magától értetődő. コガヤスヒラという者を追っておる。さっきまでヤグラにおりました。まさか猛虎と。はい。ですが言い争いは重則という言葉は聞き取れました。ヤグラを調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。これ以上耐えられそうにない。おいおい、kifutunk az időből. Nem akarom tovább húzni, mert tudom, hogy úgyis nagyon kevesen nézik meg. Jaj, visz, jó, mielőtt elfelejtem, van jó kérdései, vannak, oly de jó. Így leengedek ilyen szondát, így a mély tudat alattimba, és ilyeneket hoz föl. Most, jó, de tudom, öndicséret büdös, de majd meglátjátok. Miket is kéne, mert több van, nagyon finom kérdés. Hogy csöpörök az eső. Hát most itt hol? Itt mi? Itt hol? Ja, hogy nem is kellett volna feljönni, oké. Okay. Az lesz a vége, hogy kitöröm itt a bakot. Nem is kellett volna. Mennyire bele. Belemerültem itt a öntöménezésben, hogy... Igen? Mire jöttünk ezzel rá most rá? Árbaj kör. Beszélj a nővel. Nem beszélek a nővel, hanem... Következő kérdés. Mikor számít egy magyar uralkodó legitimnek? Mi az a három dolog, tehát a koronázásra kell most gondolni, mi az a három dolognak kell teljesülnie, hogy egy magyar király legitim magyar uralkodó legyen? Ez a koronázás környékén kell keresgélni ezt a három dolgot. Három dolog. Egyébként több olyan királyunk is volt, akinél ez a három dolog ez nem volt meg. Lát legalábbis az uralkodásának az első etapjába, első 10 évébe például. Hát ha mondok neveket, akkor szerintem már meg lesz. Úgyhogy nem mondok. Tehát akkor még egyszer. Mi az a három dolog a koronázásnál? Három dolog, aminek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy magyar király legitim magyar uralkodó legyen. És ha valamelyik nem teljesül, akkor bizony meg lehetett kérdőjelezni a középkor során, hogy ő tényleg magyar királye. Ez a kérdés. Na, legközelebb megválaszolom egyébként, de ha tudjátok, akkor írjátok le kommentbe.
Köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy velem tartottatok, köszi, hogy nyomtok egy lájkot, meg feliratkoztok. Legközelebb találkozunk. Szevasztok!